A magyar női kézilabda válogatott 13 év után jutott ki ismét az olimpiai játékokra. A csapat már Tokióban van, készülnek a lányok az ötkarikás játékok rajtjára. Stábunk még Siófokon a felkészülés vége felé meglátogatta a győrieket, és megkérdezte őket a felkészülésről és a tokiói esélyekről. Nagyon jól érezzük magunkat, nagyon kemény, de hát ugye ez a felkészülésnek a része, hogy most keményen kell dolgozni, és akkor következő héttől már jön a könnyebbik része, azért ott már célegyenesbe vagyunk az olimpiára. Jól állunk, ugye a felkészülési meccsekből is látszik, hogy megy a csapat, jól össze vagyunk rakva, de van még mind csiszolni szerintem. Nagyon sokatoknak ez az első olimpia lesz. Vannak itt olyan rutinosok, mint a Tomori Zsuzsi, aki már volt ott, van a Görbe, aki már most a harmadikra készül ugyan edzőként. Mennyit beszélgettek magára az olimpiáról, hiszen világbajnokságon voltál, junior világbajnokságot nyertél, Európa-bajnokságon voltál, fontos gólokat lőttél, de azt mondják, egy olimpia, egy olimpia. Mennyire van ez bennetek, hogy ez más lesz? Sokkal másabb lesz. Ez egy álom. Ez egy álom vált valóra szerintem nagyon sokunknak. Én nagyon örülök, hogy ilyen fiatalon megtapasztalhatom, hogy ott lehetek most ezen az olimpián. Persze kicsit furcsább, mint a többi. De igen, néha beszélgetünk róla, hogy milyen, de szerintem majd, ha kiérünk, akkor lesz igazán olyan, hogy jó lányok, jó izgulunk, persze, mert ez más, mint a többi, más, mint egy EB, vagy egy BB, vagy egy junior VB, vagy bármi. De most még koncentrálunk a közelebbi célokra. Ugye egy évvel később rendezik meg, oké, rendben. Most ugye ez kicsit átszabja a felkészülés, hiszen Győrben elkezdődik a felkészülés, többet magaddal te sem leszel ott, hiszen a többi válogatott játékos, magyarok sem, külföldiek sem lesznek ott. Azonban mindenképpen különleges lesz ez, hiszen leendő csapattársaiddal fogsz majd találkozni, a első mérkőzésen akár a franciákkal, de mondhatnánk másokat is. Hogy érint ez téged egyébként? Mennyire várod már, hogy a csapattársakkal is találkozz? Én nagyon várom már, már azt is nagyon várom, hogy majd Győrbe elkezdjük együtt az alapozást. Még nem nagyon ismerem őket, úgyhogy egyelőre még most ellenfélként fogunk találkozni, és úgy fogok rájuk készülni, mint ellenfél. De aztán a meccs után akár egy jó kis beszélgetés, reméljük, hogy nyertes, mi nyerünk, és én tudok örülni jobban, de hogy majd ez utána fog majd, hogy beszélgetünk, ismerkedünk, és akkor Győrbe már ugye együtt fogunk készülni. Háfra Noémi személy szerint mivel lenne elégedett? Azt tudjuk, hogy minél jobb szereplés a cél, de azonban nyilván egy játékosnak, főleg egy lövőnek azért lehetnek saját célkitűzése is. Van-e neked ilyen? Mi az, amivel elégedett lennél egy olimpiai szereplés után? Én nagyon szeretném, hogy ezzel a csapattal minél előrébb juthassunk. A csoportból való kijutás, én mindig a közelebbi célokra koncentrálok inkább. Most ez a csoportmeccsek lesznek a fontosak, hogy minden meccsre koncentráltan és felkészülten menjünk az összes meccsre, és utána majd a nagyobbakba lehet gondolkozni.